Tavaly a pandémia miatt elmaradtak a találkozók, idén annál nagyobb örömmel fogtak bele a testvérvárosi Lahti Finn-Magyar Kapcsolatok Klubestjének megszervezésébe. 7 napot töltenek Pécsen és Baranyában, különböző programokon vesznek részt a lahti vendégek a Pécsi Magyar Finn Társaság szervezésében. Szép programot készítettünk nekik. Van szabadidő, és vannak ilyen kirándulások, megyünk villanyba, ott találkozunk egy ilyen finn-magyar borászattal, oda borkóstoló, meg a Gőzkombós Fesztiválra, Kereszlakra, meg itt Pécsette, a holnap megyünk a Városházába, fogadnak minket, és alkalmunk lesz a toronykiállítást is megtekinteni. Ilka Hápola helytörténész tanár a 60-as évektől kezdve tanulmányozza és szerkeszti a Pécs-Lahti énekzenei kapcsolatokat, valamint a két szervezet történetét. Ő egyben a Lahti Finn-Magyar Társaság alelnöke is. Érdekes lesz a könyv, többek között a Lahti és Pécs közötti kapcsolatokról szól majd, melyek egyedülállóak lesznek, hiszen a régi kezdeti időktől fogva dolgozom fel a történetet, zenéről, művészetekről, sportról is írok benne. A nyitó klubesten a 70 éves közös tevékenység történetéről emlékeztek meg, valamint az egyesület szerepéről a Pécs-Lahti testvérvárosi együttműködésben.